Szüreti forgatag vette be Varsád utcáit, ahol több mint két évtizedes múltja van a rendezvénynek, ami megmozgatja a falu apraját, nagyját. A mai a 21. alkalommal megtartandó szüreti napunk lesz. Igyekszünk ezt a napot nagy előkészületekkel olyanra megszervezni, hogy emlékezetes legyen a falu népének, és egy kicsit össze is hozza, összekovácsolja az itt lakókat. A hagyományos párok megvannak, a bíró bírónő, a jegyző jegyzőnő, ugye mi szoktunk erdész és erdésznét is kiállítani. Az utóbbi időben sajnos Vajda Vajdáné párunk nem volt, de az is ugye hagyomány része kéne legyen. Illetve igyekszünk őket hintókkal körbevinni a településen, úgyhogy ez is egy régi hagyomány. És azon kívül, amink van, mert ugye ló sajnos a környéken, lótartók elég kevesen vannak, ezért traktor, kis traktorral, nagy traktorral, kis teherautóval visszük körbe a népviseletbe öltözötteket. Zene, szóra természetesen. Igazából általában az ifjúsági klubnak a tagjai közül szoktuk válogatni a párokat, úgyhogy a fiatalabb generáció az, aki inkább beöltözik népviseletbe, illetve jelmezekbe. Van egy úgynevezett kemény magunk, akik ugye a általános iskolások és középiskolások, illetve az óvodások, mert már őket is bevonjuk ezekbe a rendezvényekbe. Én úgy gondolom, ők nagyon szívesen részt vesznek ezeken a programokon. A helybeliek örömmel készülnek a rendezvényre, hogy a megállók alkalmával megkínálhassák a hagyományőrző csoportot. Az útvonal kiválasztása is már hagyományos, ugye településünkön a 6313-as főút megy keresztül, ezen gyakorlatilag megyünk végig a falu egyik végétől a másikig. Három állomás van ugye a település két végén, illetve a központba, illetve a végállomás pedig a kultúrházon udvara, ahol is a kulturális műsort kerül megtartásra. Többnyire a felvonulók között vannak a vendégszereplőink is, hiszen a kulturális műsorra hívunk környező településekről tánccsoportokat, énekkarokat, szereplőket, fellépőket, és ők is szívesen vonulnak velünk. Megállóknál az ott lakók, a környéken lakók egy kis feldíszített állomással készülnek, süteménnyel, üdítővel kínálják az odaérkezőket, ugye az állomáson megállunk, táncolnak a népviseletbe öltözöttek. A régi idők felvonulásának kellékei a szappanos víz és a korom ugyan nem köszönt vissza a varsádi szüreti felvonuláson, de a hagyományos szerepköröket magukra öltötték a fiatalok. Nagyon megtisztelő, örülünk, hogy beöltözhettünk, ennyi igazából. Mennyire tartjátok fontosnak a hagyományoknak az ápolását? Hát igazából eléggé fontosnak tartjuk, csak mostanában már nem annyira megszokott, hogyha tartják a hagyományokat. Mi az a szerep, amit ma magatokra öltötök? Bíró és bíróné. Mi a dolgotok? Hát igazából táncolnunk kell majd, és kocsin kell végülnünk. Tudom, hogy a bálban nekünk kéne a nyitó táncot csinálni, és ennyi igazából. Én nagyon fontosnak tartom, mivel én táncolok is, és minden évben hatalmas élmény, hogyha felvonulunk, mert egy nagyon jó hangulata van. A kisbíró a hagyományokat éltetve dobszóval hívta fel magára a figyelmet, hogy az elmúlt időszak történéseit közreadja a falubelieknek és a menet résztvevőinek. Figyelem, figyelem! Egy kis csendet kérek, köszöntök mindenkit, ki ma velünk ébred, de főleg azokat, kik most itt vannak velünk, hogy a szüreti napunkat együtt ünnepeljük. Jöjjenek közelebb, gyűjjenek most körém, elmondom most sorban, mit adott nekünk az elmúlt év. Eseményben nálunk most sem volt hiány, kinyitott szemmel jár, látja is talán. Idősek klubjában megindult az élet, vidám farsaggal köszöntötték az új évet. Nemzetiségi napon is részt vettek színes programmal, nem is maradt el a közönség vastapsa. Mai napunkból is kivették részüket, ők készítették a menetnek a csodás díszeket. Bűsorral is készültek a mai délutánra, láthatja őket, ki eljön a kultúrház udvarára. A falu fejlődését tükröző projektek mellett szót ejtett a közélet szereplőit érintő változásokról is a kisbíró. A terített asztalon pedig házilag készített süteményekkel, szendvicsekkel és üdítővel kedveskedtek a hagyományt éltető menet számára. A tánc sem maradhatott el a megálló alkalmával, ahol hamar eluralkodott a jókedv.